80 millió forintot nyert Bekecskőség önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív programból bölcsöde kialakítására. A Globo Televízió stábja végigkövette a nevelési intézmény építésétől az engedélyezésen keresztül mostanáig, amikor a kicsik birtokba vették a szépen berendezett csoportszobákat. A bekecsi bölcsöde 100%-os kihasználtsággal működik, azokat a csöpségeket fogadták, akiknek az édesanyja szeretne 3 éves kor előtt visszamenni a munkavilágába. A Bekecsi Lurkóház napközi otthonos óvoda és bölcsöde nevelő testülete biztosítja azokat a biztonságos feltételeket és a szeretetteljes légkört a gyerekeknek, a szülőknek, hogy nyugodt szívvel tudják otthagyni gyerekeiket. Az új intézményt az óvodával közösen működtetik majd, és 27-es kortól 3 éves korig járhatnak oda a gyerekek. Az építés után a hosszas engedélyeztetési eljárásokat követően már birtokba vették a csöpségek a modern nevelési intézményt. A kicsik önfeledten játszottak az igényeiknek megfelelően berendezett csoportszobákban. A két intézmény egységes, a Bekecsi Lurkóház óvoda és bölcsöde név alatt működik. Ez az intézmény létrehozása 5 új munkahelyet hozott létre Bekecs településen. Fiatalok kezdték el itt a munkát, és reméljük még hosszú évtizedeken keresztül vigyázhatnak legkedvesebb kincseinkre, a gyermekeinkre. Maga a legfontosabb dolog természetesen 2 csoportszoba, ami egyben nyitható, így egy egységes nagy tér alakítható ki, akár a rendezvények számára is. Ahogy körbejárjuk az épületet, lehet találni egy nagyon kedves színekkel, szekrényekkel bíró öltözőt, a hozzá csatlakozó vizes blokkot, természetesen van konyha is az épületben, bármit csak melegítő konyhát üzemeltetünk itt az előírásoknak megfelelően, és ezen kívül meg a szolgálati helyiségek, ahol munkatársaink tudnak előkészíteni a feladatokra, illetve a napi adminisztrációt vezetik, illetve a tárolóhelyiségek állnak rendelkezésre. A 37-es számú főút Geszte és Szerencs közötti közel 20 km hosszúságú szakasza 2x2 sávra bővül, valamint 4 új körforgalmi csomópont épül a forgalmas útszakaszon. A beruházás nem csak az útszakasszal közvetlenül érintett települések, de az egész Zemplén számára fontos és meghatározó lehet, így érthetően nagy várakozás előzi meg. Ebből tudni kell, hogy Bekecsen a Béke utca végén kerül kialakítás körforgalomra, plusz ezen kívül a Tagtarkány letérő, ami szintén Bekecs közigazgatási területén van, megint körforgalom lesz. Ez a kettő érinti igazán a Bekecs közigazgatási területét, hisz amúgy Jajhalomnál is természetesen lesz egy körforgalom, és a Gesztét is átépítik úgynevezett turbókörforgalommá. Maga a projektnek a 40%-a Bekecs közigazgatási területén fekszik minket, ezért ez komolyan érint a műtárgyainkat, az útlágazásainkat és egyebeket, ezért ugyanbár persze közel sem látványos, de nagyon sok háttérpapír munkával is jár az önkormányzat részére, a hozzájárulásokkal, a kísérletítási eljárások szervezésével és oly sok minden mással. De ezt nagyon szívesen tesszük. Egy évtizedes álom valósul meg, volt országgyűlési képviselőnk Konstanci és Kon Zsófia közbenjárásának köszönhetően, és nagyon fontos lesz az Bekecs számára, hiszen én azt tudom mondani, hogy ha Gesztely felől jövünk, Bekecs és Szerencs az első két település, akit először érint ez a 4 sávosítás. Én úgy gondolom, hogy ezáltal a helyiek, a fiatalok helyben tudnak maradni, és bár ugyan sokkal nem lesz rövidebb az út, de sokkal biztonságosabb. Az önkormányzat tervezi az épületeit napkollektorokkal ellátni, amelyet pályázati forrásból valósítanak majd meg, ezzel is csökkentve az energetikai kiadásokat. A fejlesztések ezekkel a beruházásokkal nem értek véget, hiszen a polgármester és a képviselőtestület folyamatosan azon dolgozik, majd a jövőben is, hogy megtalálják a lehetőségeket a település építésére.